Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Gaming Cartoon, a mai videóban pedig ismét FIFA 22-zni fogunk, méghozzá Ferencváros, Real Betis mérkőzés, Európa Liga, PlayStation 5-ön. Kemény lesz. Ez egyértelmű, hogy kemény lesz. Látszik is, srácok, hogy ezért a Betis elég komolyan tolja. Egyébként új formában is van a csapat, tehát azt se lehet mondani, hogy valami ott nem lenne jó, mert igenis elég komolyan szórják a gólokat. A La Ligában nem állnak rossz helyen. 80-as támadó, 80-as középes, 78-as védekezési átlagérték, míg a Fradinál nagyjából mindenből levonhatunk 10-et a Betishez képest, úgyhogy azért ez elég durva lesz. A valóságban se lesz könnyebb, nehogy ezt higgyétek, nagyon-nagyon kemény meccs lesz. Szurkolok, hogy összejön itt a Fradinak valamiféle siker, mi is most erre hajtunk, meglátjuk, hogy mennyire fog ez bejönni. Én mindent megteszek, ez biztos, úgyhogy nyomjuk is szerintem. Mezek ugye, van egy hazai, van egy vendég, mi hazaiba leszünk, úgyhogy jó lesz az nekünk, illetve a Betisnek is vannak, még harmadik számú alternatív meze is van. Hát mivel, hogy van három zöld-fehér csapat az Európa Liga csoportkörben, Celtic, Betis, Fradi, ezért értem szerint csak a vendéget tudjuk választani, hogy megkülönböztethető legyen. Úgyhogy nézzünk egy kis csapatfelállást. Mondtátok sokan, hogy Máénak elég kopasz a haja, amikor becseréltem. Hát igazatok van, tényleg amúgy eléggé kopasz, úgyhogy ez érdekes volt. Mármint, hogy itt a fotón jó, közeli képeken jó, de távolról nézve a kamera madártávlati szemszögéből eléggé fura. Meg fogjuk nézni, mivel hogy Boli már egy jó ideje nincsen a Fradi első kereténél, nem játszik ott, sőt nem is edz velük, hát vannak vele gondok, már nem a teljesítményével, hanem inkább a viselkedésével, ahogy így a csapathoz viszonyul meg minden, ezért leküldték a Fradi 2-be az NB3-ba, úgyhogy mi se fogjuk emiatt játszatni. Próbálok legalább egy minimálisan azért ilyen valóságszerűen nyomulni itt az ilyen szimulált meccseken, úgyhogy már én szerintem tökéletes lesz. Ő már új igazolás, tehát volt az előző 2022-es, FIFA 2022-es videóm, ahol megnéztük a Fradi teljes keretét, azóta van változás. Bejött Besics, illetve Marin. Jó, nincsen fotója, oké. Ettől függetlenül pontszámba ott vannak, Besics szerintem mondjuk 69-nél azért többet is kaphatott volna, legalább egy 70-71, mégiscsak az Evertonban játszott meg minden. De Marin az nagyon biztatónak tűnik a 73-mal, úgyhogy én szerintem ez egy jó kis meccs lehet így a végére. Jó kerekedhet, ha erős a padunk is, úgyhogy bízok benne, hogy működni fog itt a dolog. Így néz ki a kezdőnk. Lehet, hogy Semi Mai helyett én mondjuk Dvalit behoznám, és akkor így cserének oda rakjuk a figurát, mert amúgy Mai nem egy olyan extrém lassú védő, tehát azért 68-as védőhöz képest nem is olyan rossz. Meglátjuk, hogy hogyan alakul. A lényeg, hogy oda teszek mindent, amit csak lehet, aztán toljuk neki, most akkor Mai fog kezdeni. Tokmak, Zubkov, Uzuni, Lončar, Zakariasen, Botka, Blažić, Dvali, Čivić és Dibusz, ezeket már ismeritek is. Na, én azt mondom, hogy akkor toljuk neki. Csapassuk, felveszem a kis fradisámat. Ott a Fradi busz! Leszálltak az emberek a Fradi buszról. Vonulnak be. Betiszesek is ugyanúgy. Mekkora király. Imádom ezt, de tényleg. Fantasztikus. És ott van, Tokmakot rakták ki. Zseniális. Nagyon jó. Vagy Mai. Hasonlítanak. Stadion is fantasztikusan jól néz ki. Imádom ezeket a látványelemeket. Kisrácokkal ott vonulnak be. Játékosok. Egészen elképesztően jól néz ki a kupa, minden. Ha valamihez, akkor ehhez szerintem ért a FIFA. A show. A show business. Az megy nekik. Tök jól néz ki ott a szurkolás a háttérben. Ezek a molinók, amiket kifeszítenek. A táblák, amiket feltartanak. Nagyon rendben vannak. Itt pedig vannak elég komoly emberek. Bejerim. Illetve hát... Fekir. Fekir is brutál jó. Én tőle félek, egyébként nagyon jó formában Fekir. De majd meglátjuk, hogy kik lesznek itt a jó emberek a Betisnél. Az biztos, hogy
Dibusznak jó formába kell lennie. Canales, na ő mondjuk nem fog játszani. Pont ott megkapta a labdát alul, mert hogy ő a Getafe ellen lesérült el a ligában. Hoppá, nagyon ezért trükkösek ezek a betiszesek. Megálltak egy pillanatra, kis cselezgetnek, hát Lonchar ezt nem hagyja. Ha nem is nagy tempóval, de előre tör. Talán meg lehet vele pöccinteni a labdát, úgy egy jó beadásra még ő is jó lehet. Nem, végül is nem lett jó. Hopp, ott volt egy kis lögdösödés. És még mindig elég veszélyes helyzetben Iglesias Botkát nyomják egyből Fekir, aki figyelni kell ott ír, és az eredményjelzőne igen, az ő egy elég komoly. Hát itt 10 milliós játékosokról beszélünk, mármint euróba 10 milliós. Ezért Fradinak messze nincs ilyen kerete, mint a Betisnek. Bartra fogja rárugni, vagy legalábbis beívelni, nagyon komoly nevek vannak ott. Illetve hát azt is vegyük figyelembe, miközben Uzunival próbálom felvinni, hogy a Betis az egyébként Real Madrid, Atlético Madrid, illetve hát ilyen nagyobb csapatok, Real, ugye hát ez elképesztő, hogy így, ilyen meccseken tud Barca ellen is, közbenes, ilyen meccseken tud gyakorolgatni. Ezek nemzetközi szintű csapatok, srácok. Fradi nem tud minden évben ilyen csapatokkal játszani, ha csak nem bejut valamilyen nemzetközi kupába. Óriási lesen voltam egyébként. Szóval tapasztalta Betis, ezt azt mondhatjuk, hogy veszélyes lesz itt a dolog. Nagyon-nagyon figyelni kell majd. Mind valóságban, mind most nekem. Zakarias szem. Oké, figyelünk. Engedtük. Az nem jó. Az nem jó. Nagyon gyorsak is. Alex Moreno, Gurardo, mind-mind gyors játékosok. Iglesiasról, Fekirről ne is beszéljünk, én tényleg nagyon tartok tőle. Ez az utána érted, Vali, kellett is, csak rossz helyre ment a felszabadító rugás. Jó, figyelünk. Botka nem engedi, erről van szó. Kicsiben végzik el szögletet. Uzuni, pont kint volt. Jó, figyelünk. Canales nagyon szépen befutják. Gurardo, vigyázzunk, figyeljünk oda. Megint Fekirnél. Zakarias szem. Nagyon beszorulunk. Sokadik szögletét rúghatja. Spanyol csapat. Ultrák ellátogattak Magyarországra. Nem jön össze ez. És még mindig náluk van. És trükközgetnek, de nem fogom felrúgni. Tudom, hogy erre várnak. Iglesias fellövi a labdát. Tudom, hogy arra vártak, hogy ott felrúgjam, de én nem. Nem akarok 11-est összehozni. Meg kell nyerni ezt a meccset, de legalább pontokat lopni. Már egy döntetlennek is egyébként nagyon-nagyon örülnék. Mind a valóságban, mind itt a játékban, mert azért most már be kellene indulni. Az Európa Ligában jó lenne már egy-két pontot szerezni, hiszen ha van valami továbbjutási reményünk még, akkor ahhoz nyerni kell, de legalábbis pontokat szerezni. Nem jut el a labda Uzunihoz. Nagy lövések nélkül eddig, 23. perc. Most talán Tokmak mehet. Csivics! Rui Silva mit védett? Nem engedi. Uzuni kapja meg a lasztit. Ő adhatja be. Belőjük a közepébe, tömegbe, Zakariasen, jó magas. Tokmak elérheti még, bizony, de hogy ért el? Kipattintottam. Nem, mit terveztem. Máé, tényleg kopasz. Ott látjátok, hogy ilyen hiányos a haja, de amúgy ez a furcsa, hogy nem Máé karakterével van a baj, hanem magával a hajjal, amit ráraktak. Tehát elég lenne csak a haját megoldani. Értetetlen, hogy új embereket raktak be a FIFA-ba, tehát a Besics az bent van, ezzel nincs probléma, de a hajakat nem sikerült megjavítani. Lonchar mit védett, vagy hát blokkolt, Jézusom, de egyszer szituáció volt, és megint a kicsi szöglet, nem, beadja, tegyük ki, nem jó, Blazsics, Máé, nem jó.
Nem jó, nem jó, nem jó. Figyelünk, figyelünk. Gyere, Dibusz. Jó. Hát, kicsit az alvás jellegű volt, de jó lesz az indítás. Fussuk meg azt a kontrát, légy szíves. Akkor hátra. Jó, akkor hátra. Ha nem megy, akkor hátra. Hoppá! Elfektetjük itt a Betis srácokat. Máé, de szépen futja be. Ah, jó! 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 Loncsát! Azt a mindenit! Jó, ez, figyelj, ez nagyon kemény volt. Szép a helyezkedés, továbbadom. A lövés nagyon jó, de úristen, de ki lett számolva kapufáról, épp hogy bepattog. Jó lett. Beleír a kapus! Ott megtolta ujjal, és azért pattogott a vonalon. Azt a mindenit vezetünk a Real Betis Balompié ellen 0-1-re. Azt a mindenit. Nem gondoltam volna. Most akkor ezt meg kellene tartani egyébként. Joaquin. Azt nem mondom, hogy beállok védekezni, mert nem ez lesz a megoldás. De ezt az előnyt azért... Nem folytatom a mondatot. Fekir. Nem tudok ez a csáv mit kezdeni. Ez tényleg egy jó ember. A beadás. Nem, ott labdavesztés van. Akkora fölénybe kerülnek a betiszesek a letámadás után. Fekir azonnal teker egyet. Dibusz ezzel nem tud mit csinálni. Egy-egy. 3 percig vezettük a mérkőzést. Botka. Szép, szép megfutások lehetnek ott. Na, van, megakasztották, de ez biztató volt. Botka megint próbálkozhat. Nem. És az indítás? Nehogy Fekir elővágjuk ki. Ez inkább Iglesias volt, de akkor is nagyon veszélyesek a támadók a Betisnél. Kíváncsi vagyok valóságban, hogy milyen meccset játszunk. Keldibusz jó formája, sokat kell védenie, majd szerintem aztán tényleg majd meglátjuk, de nagyon várom a meccset. Srácok, ott leszek az ultra kellős közepén, ott fog szurkolni majd, amennyire csak tudok. Már nagyon várom a meccset. Uzuni! Gyerünk! Egy jó lövés! Bepattant! Bepattant! Vezetünk! Megint Uzuni góljával! Miért Uzuni találata? Aranyat ér most az első fél idő előtt. Ezt nem gondoltam volna. Örültem, ha egy szögletet kiharcolunk onnan. Erre valamelyik betiszesről bepattant. Teszem bele az erőt, és a lábáról bizony a kapusára nem számíthatott. Össze-vissza pattolt a labda, de innen jól látjuk majd. Bellerin nem tudott jól blokkolni a volt arzenálosnak köszönhetően. Végül is így. Vezetünk ismét. Most azért ezt a fél időt jó lenne megtartani, hogy akkor így menjünk szünetre. Ezt most már védekezzük ki. Hát nem lehet Iglesias leszerelni. Csak szorítsuk ki, az is jó. Ez az Dvali. Szép. Jó. Jó. Oké. Ott veszekednek egy picit. Máé. Tapsolok a közönséggel. Ez kellett. Kellett bizony. Jó kis siker. FIFA 22-ben még nem nyertem így tisztán meccset, úgyhogy tényleg. Most már nagyon érik. Bár videón kívül nem sokat játszottam, úgyhogy talán ez is hozzátehet a dologhoz. Nincs sok tapasztalat benne. Gondolkozok Botka helyett megnézni egy Wingót, de lehet, hogy későbbre tartogatom, most marad így minden. Aha, az lesz. Marad így minden, és majd akkor később cserélünk, most a fél időben talán nem kell. Csivics? Nem? Sokan lettek, inkább megfordulok vele. Azaz, Zakariasen szép.
és ott a meginduló ember, Zubkov pont abba az irányba fordult a védő, amire akartam jönni, de végül is megvan. Tokmák! Kapufa! Tokmák! Kilövi a lécet. Basszus, pedig az is szép összjáték lehetett volna. Kicsit szabálytalanul próbáltam ott szerelni, de szerencsére előny szabály. Figyeljünk, figyeljünk, figyeljünk. Azaz, belelövi az emberünkbe. Ez pedig egy hazaadás. Sőt, eléggé veszélyesen nyomják itt, közben szabálytankodtam Tokmakkal egyébként. Nem kellett volna, de nem túl meggyőző a Betis játéka egyenlőre. Azt hittem, hogy keményebbek lesznek, de persze ne becsüljük le őket, mert itt a támadó szekcióba be tudnak indulni, meg hát a padon is olyan emberek ülnek, akik bizony sokat számíthatnak. Noncsár, rúgd előre, fiam. Ne fekírnek, ne fekírnek. Akkor csusszunk oda. És Fekir kicselezi. Nagyon jó Zubkov. Azaz, Zakariasen. Erről van szó. Fúzd meg, fiú, nem megy rád senki. Lőd be. Gól. Zakariasen. És tudjátok, mit furcsálok, hogy mi a rohadt életér nincsen benn Fradi szurkolás a FIFA 22-be. Azonnal beaktiváljuk és nyomjuk már, most már kell az a szurkolás. És azt hallom, hogy vezetünk 3-1-re, és a betiszesek nyomják a nagy dalokat. Mert a FIFA-ba a betisznek benne vannak a szurkolói hangjai, a Ferencvárosnak nincsen, úgyhogy én majd szépen be is keverem a videó alá, hogy legyen egy kis plusz extra hangulat. Mert itt most már tényleg 3-1-re verjük a Betiszt. És itt már csak uralni kell a mérkőzést, a fene ugye Bartra nem tudja, hogy mit kezdjenek. Nem tudnak normálisan passzolgatni, mindenki rajta vagyunk, mindenkit fedezünk. Csak hogy Iglesias végre megkapja a labdát, és Dibusznak-e óriásit hárítania. Kiöklözi, Fekirt leüti, helyes. Dibusz is jó katona. Az is egy jó pörgetés. Mögé jött. De kár, pedig az egy szép elfutás lehetett volna. Ehelyett Joaquin cselezget. Nem tart sokáig a szitu. Dibusz könnye csele után. Még mindig nálunk a labda. Szép. Szép, nem jó. Viktor Ruiz nem lehetett átfűzni. Ügyesen leszerelte az emberünket. Iglesias, megint emberhátrányban vagyunk, egy kicsit kevés a védő, oda csúszással Joaquinra rárúgtuk a labdát. Marco Marin Zubkov helyett, jó cserének tűnik, történjen is meg. Ők is cserélnek, Joaquin jön le. Tello, Christian Tello, aki besétál. Meg ilyen kirúgás után náluk a labda, veszélyesnek tűnik az akció. Tellónál már. Azaz, Csivicsa blokk. Nagyon jó. Loncsár. Szedjük el. Szedjük el! Azt a mindenit, hogy a 16-oson belül így kell itt rükközni. Tokmák. És nem jó a passz. Megint nem jó. Fekir. Iglesias. Dibusz! Azt a rohadt élet. Mit védett Dibusz Dénes? Iglesias egyedül lőhetett, senki nem zavarta, és felér a csávó, kitolja. Uda fontos volt. Megint cserélnek. William Carvalho az, aki bejön, portugál válogatott focista. Figyelünk, mert ott futnak az emberek. Ez az Dibusz gyűjti be, tökéletes. A jó kidobás hiányzik a jó kidobás, nincsen. Ott eltörtük a lábát az egyik embernek, de már fel is pattant. Gyorsan gyógyul. Jó, figyeljünk, Canales. Loncsár helyett Besics, nézzük meg. Vezetünk még, nincs akkora pánik, de ez nagyon ciki gól volt.
Olyan lassan pörgött be a labda. Á! Kibúsz mellett. Szépen bepörög. A láb. Hát, ez béna volt. De ugyanúgy gólt ér. Cserélünk. Bejön Besics. Húha, na jó van, toljuk neki. Csivics, nagyon szép. Hagyják, hogy elfusson. Ez itt tökéletes lehetett volna, ha nem egy friss ember van ott. Bulárdó. Ezt a Besicset megnézném, hogy mozog a pályán egyébként. Majd kipasszolunk, hogyha erre lesz lehetőség. Jó. Szép, Botka. Topmak. Zakariasen. Vissza. Ez lesz Besics. Egy rossz paszt. Nagyon jó. És megint bajban vagyunk. Dibusz óriásit véd. Jó, vegyük vissza defenzívre, és azonnal négy védős rendszerre át kell állnunk. Ez nagyon nem jó így. Ez nem jó így. Sőt, majd játék, nem. Taktikázunk, visszavett a múltra a defenzívre. Nem változik semmit a felállás, ez fantasztikus. Nem akarok teljesen beállni védekezni, de nem akarok ennyi támadót elől. Így. Jó, Marin maradhat elő, Maien maradhat elő, ez teljesen oké, és Besics szerintem jó lesz a védekezésben is, mint ahogy Zakariasen. Uzina jött a szélem, Csivics kezd belassulni, helyette megnéznék egy Vinkot. Ez lesz elő. Így. Oké, nem kell ennyire fúra támadni, kicsit lejjebb húztam a csapatot, ezt mondom, nem azt jelenti, hogy beállunk védekezni, csak nem hagyunk annyi területet nekik, mert ez lesz bazd meg. Három-három. Iglesias góljával. Nagyon éreztem, hogy nyomnak, srácok. Próbáltam megtenni, ami tőlem tellett. Még mindig döntetlen, egyébként az egy pontot aláírtam volna a meccs előtt. Óriási félorló, fantasztikus lövéssel szerzi meg a egyenlítő gólt. Szurkolók felrobbantják a stadiont, hihetetlen. Marin, még van idő egyébként, még van idő. Ott el lehet futni. És Marin takasztják, és ez senkit nem érdekel. Hihetetlen. 85. perc. William Carvalho. Fekir, figyeljünk. Figyeljünk, mert ez nem jó így. Mondom, nem jó így, bazd meg! Kiszapatnak. Hát ez szintetlen. És a menedzser mit keres ott, sárgala? Ezt nem értem. Miért nincs ott senki, full üres minden? Szabadon felhetett. Borja Iglesias mester 3-as lő. Akkor ennyi ultraltak most már. Hát tök mi, mit védünk? Tök mindegy. Ugyanúgy, mint a Young Boys ellen 4-3. Az előző FIFA 22-es meccsem, nem bírok nyerni. Menjünk hátra, Blažić, ne szórakozz! Jó. Letelik az idő. És odaadjuk az ellenfélnek. Dibusz meg. Jézusom! Hát ez zárom a kornak, tökéletes volt. Lefagyva néztem, mi történik. Járt a Betis.
Látunk szép Fradi gólokat. Ha ennyi gól lesz a valós meccsen is, akkor amúgy nem lesz egy rossz találkozó. De ez... A második fél időben minden összejött a Betisnek. Amit csak szerettek volna, minden. Hát ez fájó egy picit így. De voltak jó lövéseink, nézzünk egy kis statisztikát. 13 lövése volt a Betisnek, nekünk 5. Ahhoz képest az a durva, hogy 5 lövésből ennyi gólt szereztünk. Nézzétek már a Betisnek a statisztikát. Mennyi lövés az? Jézusom. Ez nagyon durva. Úgyhogy örülhetünk ennek a 3 gólnak, amit szereztünk. Az volt a fájó leginkább, hogy vezettünk, és azt nem sikerült megőrizni és átvenni a meccs irányítását. Ettől függetlenül én köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a meccset, mert egyébként nagyon is jó volt. És szurkolok a csapatnak, mondom, majd ott az ultrában nyomjuk a szurkolást. Már a hangulat miatt is fantasztikus lesz, biztos vagyok benne. Köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt. Nyomjátok le ti is a meccset, hamarosan már tényleg itt a FIFA 22 hivatalos, dobozos megjelenése a játéknak. Csapassátok ti is a Fradival, mondjátok az élményeiteket, aztán bízok benne, hogy most már lassan sikerül nyernünk is. Mert már hiányzik, nem csak a PES-be szeretnék a Fradival győzni, most már a FIFA-ba is. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, sziasztok!